Nagyot változott a világ az elmúlt néhány évtizedben. A Kárpát-medence vizeiben is egyre nagyobb számban jelennek meg olyan növény- és állatfajok, melyekkel sokáig csak állatkertekben vagy dísznövénykertészetekben találkozhattunk. Ezek a felvételek sem egy trópusi lagúnában vagy egy akváriumban készültek, hanem egy magyarországi természetes élőhelyen, a Balatontól csak néhány kilométerre fekvő hévízitó melegvízű elfolyójában. E színpompás trópusi sügérek látványa szemet gyönyörködtető ugyan, de jelenlétük, mint az inváziós fajoké általában természetes vizeinkben káros. Sajnos nem ők az egyedüli inváziós fajok a területen. Hogy milyen idegen honos fajok fordulnak elő a Balaton vízrendszerében és melyeket tartjuk a legveszélyesebbnek, erről fog szólni a következő film. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai az elmúlt évtizedekben az inváziós fajok egyre nagyobb mértékű előretörését tapasztalják. Takács Péter halbiológus vezetésével bemutatunk néhány a Balatonban és a tó vízgyűjtőjén előforduló inváziós fajt, és néhány olyat is, melyek megjelenése e terület élővilágára veszélyt jelenthet. A felsorolás nem teljes, és a fajlista szubjektív, de azt az adott élőlénycsoportot jól ismerő, a témával gyakran évtizedek óta foglalkozó kutatók javaslatai alapján válogattuk össze. Filmünkben azokra a fajokra helyezzük a hangsúlyt, melyek a nagy közönség számára talán kevésbé ismertek. A más területekről a történelmi időkben új területekre került fajokat nevezzük idegenhonosnak, melyek közül nem mindegyik okoz gondot. Ahhoz, hogy egy idegenhonos faj inváziósá váljon, számos feltételnek kell teljesülnie. Elsőként túl kell élnie az adott területen, és ha ez sikerül, akkor szaporodnia kell. Ha már tömegesen jelen van, akkor meg kell változtatnia a helyi ökoszisztéma működését. Ezeket a lépcsőfokokat nem minden idegen honos faj képes meglépni, a sok bekerülő új fajból csak néhány válik inváziósá. Ha azonban a terület környezeti adottságai változnak, vagy az adott faj alkalmazkodik, akkor olyan fajok is inváziósá válhatnak, amelyek addig éppen csak hogy túlélték az adott területen. Az újonnan megjelenő fajok versenytársai vagy ragadozói lehetnek az őshonos élőlényeknek. Új betegségeket vagy parazitát terjeszthetnek, amelyek ellen az őshonosok védtelenek lehetnek. Az idegen honos fajok átalakíthatják a hosszú idő alatt kialakult, az adott terület adottságai által meghatározott élőlény közösségeket, ezek így elvesztik egyedi vonásaikat. Homogén, egyedi jegyek nélküli közösségekké alakulnak át, mely miatt biodiverzitásuk és hosszú távú túlélő képességük is jelentősen csökken. Az inváziós fajok térnyerése tehát mindenképpen káros. Napjainkban a globalizáció, gondoljunk csak az egyre kiterjedtebb árufuvarozásra, lehetővé teszi, hogy a korábbinál jóval több faj kerüljön át új területekre. Tehát növekszik a potenciálisan veszélyes fajok száma. Emellett egyre jelentősebb élőhely degradációs hatások gyengítik az őshonos élőlény társulásokat, így ezeket könnyebben tudják meghódítani az idegen honos fajok. A klímaváltozás is gyengíti az őshonos élőlény közösségeket, de más módon is segíti az inváziókat. A melegedő klíma miatt már nem csak az azonos éghajlatú területekről származó fajoktól kell tartanunk, napjainkban egyre veszélyesebbek a trópusi, szubtrópusi eredetű élőlények is.
A hévízító különleges élőhely. A nyáron 36 fokos víz hőmérséklete télen sem süllyed 23 fok alá. A tóból elfolyó víz lassan hűl ki, így a hévízi csatorna felső szakaszán számos trópusi halfaj talál egész évben ideális élőhelyet. Ezek a fajok az év melegebb periódusában a csatorna alsóbb szakaszain is megjelennek, így elterjedésük jellegzetes évi fluktuációt mutat. Ezek a színes sügérek sok akvarista kedvencei, itteni előfordulásuk is ezzel függ össze. Elsőként valószínűleg a megunt kedvencek kerülhettek a csatornába. Ezek a halak azonban nem csak egyszerűen megélnek és szaporodnak itt, de teljesen átalakították-e pár száz méteres szakasz élővilágát is. Ezen a vízfolyás szakaszon tehát inváziós fajoknak tekinthetjük őket. Ezek a halak jelenleg csak a melegvízű forrás kifolyókban vagy a hőszennyezett vizekben tudnak megélni. Sajnos azonban a vizes élőhelyek a Kárpát-medencében is egyre melegszenek. Így számítani lehet arra, hogy az itt létrejött hibridek vagy a kiszelektálódott, hideget jobban toleráló vonalak már más természetes vízben is szét tudnak terjedni. Míg a trópusi eredetű sügérek csak a csatorna felső szakaszán vannak jelen egész évben, néhány, szintén az akvaristák vagy dísznövénykertészek által ugyanide telepített szubtrópusi növény már kiszabadult erről a melegvízű szakaszról. A csatorna alsóbb, hidegebb vízű szakaszán Tóth Viktor az óriás valíznéria fejlődését vizsgálja. Ez egy trópusi eredetű vízi növény, szereti az erős fényt és a gyorsan áramló vizeket. Ha megfelelő élőhelyet talál, levelei akár másfél méteresre is megnőhetnek. Ez a faj a Balaton erős hullámzását nem kedveli, így ezt a közeli víztestet még nem tudta elfoglalni. Rokona a közönséges csavarhínár viszont már a Balatonban is megtalálható. Miért is jöttünk ide, Viktor, most? Hát a Keszthelyi-medence keleti részében, ugye a kisbalatoni térségből beszabadult a valíznéria, magyarán a csavarhínár, és most ide jöttünk, hogy megkeressük, hát ha elkapjuk. Ezt hol fogjuk megtalálni? Hát levadásztuk. Hát egyszer csak találunk egyet, kettőt. A csavarhínár sarj telepei júliusban még csak 10-15 cm átmérőjűek, így ezeket a Keszthelyi medence gyorsan felkeveredő vízében megtalálni nem is olyan könnyű. Így, ilyen növény ezrek vannak, és ezek képeznek itt most egy ilyen foltot. Nagy valószínűség szerint ezek itt mind valíznéria foltok. Csavart nyílen jön felfelé, innét van a neve, hogy valíznéria spirális vagy csavarhínár. A közönséges csavarhínárból eleinte csak néhány telep volt a Keszthelyi medencében. Majd az elmúlt 25 évben egyre nagyobb területet hódított meg, inváziója a szemünk előtt zajlik. Ez itt délről a Kis-Balatonba folyó Marót-völgyi csatorna, és mint két évtizeden mindig Takács Péter a fokozottan védett Lápi Póc állomány felmérését végzi el itt, ezúttal Bánó Bálint segítségével.
Az eredmények évről évre aggasztóbbak. Egyre nagyobb számban tudják kimutatni a lápipóc inváziós versenytársát, az Amur gépet. Ott van a Percottus. Jaj, de jó! A természetes élőhelye az a Távol-Keleten van. Tehát kvázi egy kontinens ugrott át ez a halacska. Itt is két Percottus. Amúgy most Magyarország egyik legjobb lápipóc élőhelyén vagyunk. Valaha volt legjobb lápipóc élőhelyén. Eddig még lápipócot nem láttunk sajnos. Az Amur gép a Távol-Keletről egy akvarista révén 1912-ben került Szentpétervárra, majd onnan szabadult ki a természetes vizekbe. A Kárpát-medencei vízrendszerbe így Magyarországra is egy Ilivó melletti halastórendszerből került át. Környezetére nem különösebben igényes, a hegyi patakok kivételével szinte bármilyen víztérből előkerülhet, de kedvencei a dús növényzetű, lápos, mocsaras állóvizek. Az Amur gép terjedése egyre inkább veszélyezteti a lápipóc állományait. Ez a mindössze 6-8 cm-nyire növő apróhal 60 millió éve jelent meg a Földön, és a folyam szabályozások előtt tömegesen fordult elő hazánkban a lápos, mocsaras területeken. A Kárpát-medence a lápipóc elterjedésének magterülete, élőhelyeinek eltűnésével a faj léte kerül veszélybe. Az Amur gép példája jól mutatja az inváziók egyik fő jellegzetességét, azt, hogy evolúciós léptékkel mérve igen gyorsan zajlanak le. Esetünkben a 60 millió éve itt élő lápipóc élőhelyvesztés miatt is veszélyeztetett állományait egy Európában alig egy évszázada, Magyarországon alig 25 éve jelenlévő faj sodorhatja végveszélybe. Az Amur gép a Balaton déli vízgyűjtőjén már több helyen is megjelent, nem csak a kis balatoni vízrendszerben, de a nyugati övcsatornán is. Bár az Amur gép balatoni előfordulása filmünk készítése idején még nem bizonyított, sajnos már most is számos inváziós faj van jelen a tóban. Nem is kell nagyon keresgélnünk, elég, ha a parti öv élővilágát vizsgáljuk. Ez az élettáj természetes állapotában változatos élőlény közösségnek ad otthont. A Balaton partvonalának körülbelül kétharmadát azonban partvédő kövezés borítja. Ennek kialakításával az ember új, nagy kiterjedésű, mesterséges élőhelyet teremtett, melyet hamar birtokba vettek az idegen honos fajok. Akinek vágta már meg talpát kagyló a Balatonban, az jó eséllyel találkozott a tó egyik legelső inváziós fajával, a vándorkagylóval, amelyet Balog Csilla és kollégái már régóta kutatnak. Na ugye itt ülünk a Balaton partján, a parti régióról azt mondják, hogy itt a legmagasabb az idegenhonos fajok aránya. Így van, átlagosan lehet mondani, hogy 65-95%-át teszik ki, esetenként akár csak ezeket a jövevényfajokat találjuk itt. Mik a leghíresebbek, vagy legismertebbek ezek közül? Ezek közül, ami a legnagyobb mennyiségben az élő bevonatot alkotja, ez a vándor és kvaggakagyló, itt Tihanyban, inkább a kvaggakagyló, de a vándorkagyló volt az első, amelyik a Pontokáspi régióból ide hurcolta az ember. És ez mikor történt? Az 1932-ben találta meg Sebestyén Olga, az intézet kutatónője ezt a kagylót. Néhány éven belül, egy-két éven belül pedig tömegesen elterjedt. Az emberek szeme előtt ment az invázió, és bárki láthatta, hogy tömegesen kitelepedtek nagyobb szilárd felületekre a tóban.
közel 90 évvel később a 2008-as években behurcolják a kvaggakagylót is. Ez a faj nem csak szilárd területeken képes megtelepedni, az iszapban is, és ha az iszapban megtelepszik, ott egy kagylószőnyeg alakulhat ki, ami már aztán vándorkagylót és kvaggakagylót is tartalmaz a csomókban, vagy akár szőnyegszerűen elterülve a mederfenéken. És itt még ami érdekes, az a vándorkagylóval érkező Calicorophium curvissimum, ez a texas bolharák, ez ugyancsak az 1932-es években találnak rá. Mindkét faj feltehetően a Dunán keresztül egy dunai uszályon, a Sión át érkezik a tóba. Itt kell említeni, nem csak hajón keresztül, de emberi közvetítéssel jött például a Dicerogammarus fajok, az a két pupú, két tüskés és a pontuszi bolharák, és a Gammarus rőzerit, a tüskés bolharákot egy év alatt teljesen ki is szorítja a tóból. Vannak más inváziós ízeltlábú és puhatestű csoportok is a kövezésen. Gál Blanka egy apró csigafajt kutat, amely alig néhány éve jelent csak meg a tóban. A folyami bödöncsigát Magyarországon először 1987-ben mutatták ki a Dunából, ahol gyorsan el is terjedt. A Balatonban viszont csak majd emberöltővel később jelent meg. Lássuk, mi van ezen a kövecskén. Nézd csak, van rajta folyami bödöncsiga például. Ez most jelent meg néhány éve a Balcsiban. Igen, 2013-ban egy rutin minta vételezés során fedezték fel a jelenlétét, egyébként itt a Sajkodi-öbölben, tehát a félsziget másik oldalán. És hát 2018-ban történt ezzel kapcsolatosan egy felmérés a Balaton körül, ahol ugye azt találták, hogy a Balaton középső részén fordult elő a legnagyobb egyedszámban, és gyakorlatilag a keleti-nyugati irányba távolodva egyre kevesebb, és a, hát mondhatni a Balaton két szélén pedig egyáltalán nem fordult elő. Viszont 2021-ben megismételtük ezt a felmérést, és már azt találtuk, hogy egy-két hely kivételével gyakorlatilag az egész Balatont meghódította, hát kvázi egy 8 év alatt. Kovamosszatokat fogyaszt, moszatokat. Tehát akkor ő itt a kövekkel mit legelészik? Igen, ezeket a nagyobb. És honnan került ez a Balatonba? Vagy hol Magyarországon volt már róla adat? Hát igazából ez a faj, tehát Európát nézve eléggé mozaikos az elterjedése ennek a fajnak. Van olyan ország, ahol védett például, viszont ha csak a Duna vízgyűjtőjét nézzük, akkor csak a Duna legalsó szakaszán tekinthető őshonosnak. A faj mostani feltűnése vélhetően a tó ökológiai állapot változásával, az átlátszóság növekedésével függhet össze. De még nem tudjuk, hogy hosszú távon milyen hatást gyakorol majd a parti öv élővilágára. Ezeket a lassan mozgó vagy rögzült életmódot folytató puhatestőeket könnyű észrevenni. Vannak azonban olyan inváziós fajok, melyek állománynagysága az utóbbi időben jelentősen növekszik, mégis nehéz őket felfedezni. A rejtőzködő életmódú és éjszaka aktív inváziós nagyrákok megtalálásához sok idő és türelem, vagy egy varsa kell. Szóval miért is veszélyes ez a faj? Hordozza az úgynevezett rákpest is hórokozója. Ez egy parazita gombafaj, és ez letális, tehát teljesen halálos az őshonos rákfajainkra. Ugye azért azt tudni kell, hogy mind a három őshonos rákfajunk védett, tehát a kövirák, a folyamirák és a kecskerák is. És ezekre mind-mind veszélyes ez az általuk hordozott rákpest is. Persze ő viszont erre nem érzékeny. Erre tehát ő csak úgy viszi magával, igen, aztán a igen. Kis kórokozója, vagyis az ő kis segédje megnyírja ki az őshonos. Igen, tehát ez egyfajta biológiai fegyver.
A cifra rák észak-amerikai eredetű rákfaj, étkezési céllal kezdték Európában tenyészteni. Mára az egyik legagresszívebben terjeszkedő édesvízi rákfaj Európában, jelenlétét már közel 20 országból mutatták ki. A cifra rákot Magyarországon először 1985-ben a Dunában találták meg. 2004-ben észlelték a Sió csatornában, 2013-ban a Balaton környéki halastavakban, majd rövidesen a Balatonban is megjelent. Meglehetősen igénytelen faj, azaz szinte mindenhol megél, a nagyobb folyóktól a kisebb csatornákig bárhol előfordulhat. Mindenevő, a vízi növényektől az apró gerincteleneken át, a kisebb halakig, a halikráig mindent elfogyaszt. Ceglédi István tavasszal helyezi ki varsáit a kövezés mentén, de nem a cifrarákot, hanem inváziós halakat szeretne fogni. A varsa az egy nagyon hatékony mintavételi eszköz, és itt a Tihanyi kikötőben én is, illetve a kutatócsoportunk is használja ezt az eszközt, és elsősorban inváziós halfajokat, ezen belül is a törpeharcsát próbáljuk meg vele gyűjteni. Az első körös felméréseknek a célja az volt, hogy megpróbáljuk becsülni a törpeharcsának a mennyiségét a Balatonban. Ez igen nehéz volt, mert hatalmas a tó, és egyszerűen lehetetlen annyi varsát kirakni, ami egy nagyon pontos becslést adna a törpeharcsának a mennyiségéről. Ennek ellenére azért úgy gondoljuk, hogy tudtunk tudást felszedni a fajjal kapcsolatban a Balatonban. A fekete törpeharcsa rendkívül szívós, képes elviselni az oxigénhiányt, illetve a jelentősebb hőmérséklet ingadozásokat is. Mint annyi más gazdasági célból betelepített faj, a törpeharcsa sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert nem nő akkorára, mint eredeti hazájában, de hatékony versenytársa és ragadozója is az őshonos halfauna tagjainak. Pusztítja az ivadékot és az ikrát, ráadásul tömeges jelenléte a horgászatot is ellehetetleníti. A fekete törpeharcsa a Balatonba a vízgyűjtőn található halastavakból kerülhetett, és mára már önfenntartó állományt alakított ki, mely az utóbbi néhány évben jelentősen nő. A közelmúltban a horgásztársadalom segítségével végzett kutatásunk szerint a Balaton keleti medencéjében nagy, a nyugati medencében egyelőre kisebb egyedszámban fordul elő. Ezekkel az eredményekkel jól összecsengenek intézetünk állomány felmérési adatai is. A partvédő kövezésen nem a törpeharcsa az egyetlen inváziós faj. Ez egy nagyon kedvező élőhely az inváziós halfajoknak. A törpeharcsán kívül a két pontokaszpikus eredetű inváziós gépfajnak, amely előfordul jelenleg a Balatonban, ez nem más, mint a tarkagéb és a folyamigéb. És érdemes tudni ezekről a halakról, hogy nincsen nekik úszóhólyagjuk, viszont a két hasúszójuk az össze van nőve, és ezzel az összenőtt hasúszóval le tudnak tapadni a kövekre, vákumot tud képezni a hasúszó és a kő között, így ugrálnak a kövek között, nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a mesterséges kövezéshez. Ez is eredményezte azt, hogy nagyon nagy mennyiségben el tudtak szaporodni a Balatonban. A naphalat azt akvarisztikai célokból hozták be az országba, aztán sajnos ugye, ahogy ez lenni szokott, kiszabadult a naphal a természetes vizekben is, könnyen megeszi, tehát leragadozza az őshonos halfaunának az ivadékát is, ezért alapvetően egy igen veszélyes halfajról van szó. Az eddig bemutatott fajok helyzete egyértelműnek tűnik, vagy invazívnak, vagy az őshonos élőlény közösségre potenciálisan veszélyesnek tekinthetjük őket. Vannak azonban olyan élőlény csoportok, melyek esetében a kérdéskör megítélése nem ennyire egyszerű.
Somogyi Boglárka a balatoni táplálékhálózat alapját képző algákkal foglalkozik. A mikroszkopikus algák ugye nagyon kicsiny méretűek, akár pár 10 mikrométeresek, és nagyon könnyen terjednek a szél útján is. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy bármely alga előfordulhat és bekerülhet bármely környezetbe. Azonban nem biztos, hogy ott életben marad, ahhoz az kell, hogy a fizikai és kémiai környezet számára megfelelő legyen. Egy-egy algafaj kis biomassza értékekkel sokáig meg tud bújni a közösségen belül észrevétlenül. 2019-ben egy algainváziós esemény következett be. Ugyan szorványosan már jelezték az előfordulását ennek a fecskemozhatnak, amelyet szeráciumi furkai lesznek hívnak a tóból, de tömegesen 2019-ben gyakorlatilag a semmiből épített fel egy nagy biomasszát. A Balaton egyik ikonikus algája a balatoni fecskemozhat. Ő az. Ceráciumi hirudinella, amely gyakorlatilag, amióta algaadataink vannak, mindig is jelen volt a tóban, sőt, időnként domináns szerepet is töltött be. És ugyanakkor nagy tömegprodukciókat sosem okozott. Az újonnan bekerült faj, amely ugye 2019-ben vált tömegessé, ez a karcsúk testfelépítésű Ceráciumi furcoides. Ami nagyon-nagyon hasonlít rá. Így van, az egyik egy kicsit zömekebb, a másik karcsúbb. Gyakorlatilag most azt mondhatjuk, hogy a tó nyugati területein, tehát a Keszthelyi medencétől egészen a Szemesi medencéig az új faj a domináns, míg a Siófoki medencében, ahol ugye tápanyagszegényebb körülmények vannak, ott megmaradt az eredeti hirundinella dominancia. Mivel egy algafaj egyik pillanatról a másikra elszaporodhat a Balatonban, a tó folyamatos alga monitorozása az inváziók nyomon követése szempontjából is szükséges. A rendszeres mintavételek során a BLKI munkatársai nem csak az előforduló algafajokat határozzák meg, de mérik a víz fizikai és kémiai változóit is. Így fontos információhoz juthatnak az egyes fajok tömeges megjelenésének okairól. Ahogyan láthattuk, algák esetében nem könnyű az invázió megítélése, de hasonló a helyzet a madaraknál is. Preissner Bálint szerint a nagy káró katonáról és a bütykös hattyúról érdemes szót ejteni. Ezekből a közvélekedés szerint túl sok van a Balatonon. Sok van egy állatból egy területen, vagy kevés, ez ugye meglehetősen ember által generált arányosítás, úgy tetszik. Itt igazából annyi hattyú van, amennyi tulajdonképpen elfér. Nagyjából 100 pár fészkel évről évre Balatonon és Kis-Balatonon, illetve hát a Nagyberekben. Ez nagyjából az a mennyiség, amennyi elfér, hiszen egy nagyon territoriális madárról van szó, hogyha az ő fészkelő területére be szeretne menni egy másik hattyú, azt el fogja kergetni. Ami miatt becsapós lehet a dolog, és sokan kevésnek gondolhatják ezt a 100 párat, hiszen mennyi hattyút látnak a Balatonnál, az, hogy a Balaton egy tradicionális vedlőhelye a fajnak. Tehát ilyenkor ehhez még egy néhány száz példány ide gyűlik a Balatonra, hogy itt a repülőtollaiknak a vedlését elvégezzék. A bütykös hattyúnál több fejtörést okoz a nagy káró katona vagy kormorán. Mivel szinte kizárólag halakkal táplálkozik, a halgazdálkodók nem örülnek a jelenlétének és gyérítését szorgalmazzák. Preissner Bálint Szinai Péterrel, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársával és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködésben
GPS jeladók segítségével követi nyomon nagy káró katonák mozgását és deríti fel táplálkozási szokásaikat. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet álláspontja szerint a halgazdaságok területén a káró katonák riasztása, gyérítése gazdasági okokból indokolt lehet. Ugyanakkor ezek a beavatkozások a természetes vízi ökoszisztémákban már kérdéseket vetnek fel. Történeti adatok szerint ugyanis a bütykös hattyúhoz hasonlóan a Kárpát-medencei vízrendszerben a nagy káró katona is őshonosnak tekinthető. Így természetes vizeinken sem riasztásukat, sem gyérítésüket nem tartjuk indokoltnak. A nagy káró katona Kárpát-medencei populációja vonuló, hazai fészkelő állománya a költési időszak után délre húzódik. A balti térség fészkelői a telelő területük felé tartó vonulások során a hazai vizeket sokáig csak pihenőhelynek használták. Mivel az utóbbi években a telek egyre enyhébbek, vizeink ritkábban fagynak be. Ennek következtében az északról érkező állományok egy része át is tele lehet hazánkban. Milyen területeket használnak pontosan ezek a madarak? Milyen mennyiségben? Honnan származnak azok a madarak, amelyek ezt a területet használják? Tehát, hogy van-e egyáltalán valami ökológiai változás a korábbiakhoz képest? Ezt ugye hosszabb távú megfigyelésekkel lehetne feltárni. Tehát most a madarak viselkedésére gondolsz? Akár a madarak viselkedésében megváltoznak el vonulási szokásaik a klímaváltozás hatásaira, megváltozik-e az élőhely használatuk, ezeket kellene feltárni. Az elmúlt fél órában bemutatott fajok közül néhány már több mint egy évszázada velünk van, és általánosan elterjedt a Balatonon vagy a vízgyűjtőn. De vannak olyanok is, melyek még csak lokálisan okoznak problémákat. Az élőhely degradáció és a klímaváltozás fokozódó hatásai miatt azonban számítani lehet arra, hogy a közeljövőben a Balaton élővilágára is jelentős hatást fognak gyakorolni. Bemutattunk olyan fajokat is, melyek megítélése jelenleg nem pozitív, ugyanakkor történeti adatok szerint régebben is előfordultak a vízgyűjtőn, mint eltűnésükért, mint újbóli megjelenésükért az ember tehető felelőssé. Az egyes fajok nem okolhatók az invázióért vagy az általuk okozott kárért, hiszen nem tesznek más, mint a többiek. Túlélni, táplálkozni és szaporodni akarnak, mert ez van a génjeik beprogramozva. A melegedő klíma új helyzetet teremt. Megbontja az évezredek alatt kialakult rendszert, veszélyezteti az őshonos élőlény társulásokat és segíti az újabb és újabb inváziókat. Mivel a klímaváltozás hatásait helyben csak kismértékben tudjuk befolyásolni, azokra a tényezőkre is nagy hangsúlyt kellene fektetnünk, melyek alakulására még érdemi befolyásunk lehet. Egyrészt meg kellene akadályoznunk a természetes élőhelyek további leromlását, másrészt mindent el kellene követnünk azért, hogy csökkentsük újabb idegenhonos fajok bekerülésének esélyét.